Azt mondták, két hétre megyünk kukoricát törni. És sokan közülük nem tértek haza, hiszen az úti cél nem Bácska volt, hanem Oroszország. 1946 és 48 között több mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot. A hazai németség összességében kevesebb, mint felére csökkent. Az elhurcolták lélekszáma a megnyitó levéltári kutatások eredményeinek ellenére nem mondható meg pontosan, mondta Rozsnyai Ilona, a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi körének munkatársa. A szervezet 2008 óta kutatja a Málenki robot történetét, és filmek segítségével mutatja meg a történéseket. 2016-ban az ő szervezésükkel indult el a Lágerjárat című vándorkiállítás is. Itt, akire emlékezni fogunk, Bayer Péter bácsira, aki a 1026-os láger lakója volt, filmet is készítettünk. És igazából így lesz komplex, tehát egyszer bemutatjuk, jobban el lehet mélyedni a kiállításon az információkba. Ami a nagy probléma, hogy egyre idősebbek és sajnos távoznak el közülünk. Nekünk szerencsénk volt, az elmúlt 3 év alatt több mint 30 interjút készítettünk, és tulajdonképpen a jövőbeni kutatásnak az alapjai lehetnek ezek a túlélő beszámolók. Hogy fekete folt, fehér folt van-e, abban van, hogy nem tudjuk megállapítani, hogy mennyi volt összesen az áldozat. Tehát, hogyha visszagondolok Kréling Dani bácsinak a szavaira, aki mondta nekem, hogy mennyi olyan emberről ők tudnak, hogy útközben meghalt, és jeltelen sír, tehát nem is kapott sírt. Tehát nagyon igazából akkor lesz teljes a kép, hogyha az oroszok végre átadják az egész információbázis. Ennek a célnak az érdekében a német kör erőteljes, most már építő tevékenységet, nem csak lobby tevékenységet folytat, hogy jöjjön létre a Gulag Gofi Kutatóintézet, illetve dokumentációs központ. Abban a pillanatban, ha már szakavatott történészek fogják vizsgálni ezt, össze tudják gyűjteni az adatokat. A Bonyhádi Petőfi Gimnázium volt az elhurcoltak egyik gyűjtőhelye. Nem véletlen, hogy az iskola szívügyének tekinti, hogy a diákok hűképet kapjanak a történésekről. A legfontosabb az, hogy a 20. századi történelem nagyon sajátos és nagyon tragikus eseményeit testközelből megismerjék. És ez csak úgy lehet, hogyha a helytörténeten keresztül közel hozzuk hozzájuk ezeket. És tehát mivel ugye az épület személyesen is érintett ebben a kérdésben, ezért ez teljesen kézenfekvő, hogy a megemlékezést itt tartjuk, és bevonjuk a diákokat is ebbe a megemlékezésbe, az előkészítésbe. Rendhagyó történelem órákat szoktunk ilyenkor az előadókkal kérni, úgyhogy adott a lehetőség arra, hogy megismerjék ezeket az eseményeket. Ma már a családokban nyíltan beszélnek arról, amiről évtizedekig hallgattak. Ez egyrészt segíti a történelmi tények feltárását, másrészt érezhetően hatással van a gyerekek gondolkodására és a téma iránti érzékenységére. Nagyon nagy változás lehet elérni a fiataloknál. Számszakilag már tudom is mondani, hogy a lágerjárat vagonkiállítás egészében az országot járta, és több mint 20 ezer látogatója volt. Ennek jelentős része fiatalok voltak. Én szerintem nem igazán csak a fiatalokon múlik ez, hanem azokon a történelemtanárokon, azokon rajtunk, akik ezzel a kutatással foglalkozunk, hogy keressük meg, vigyük oda a fiatalokhoz, amit meg akarunk, át akarunk adni ismeret. És ebben nagy segítséget tud egyrészt a kiállítási anyag, de az, hogy filmeket tudunk bemutatni már erről az időszakról, és akár rendkívüli történelemóra keretében a pedagógusoknak úgymond a terhe, édes terhe, de megmutatni a fiataloknak, hogy mi történt, mert ugyanis, hogyha az órán nézik a filmet, meg tud állni, meg tudja nézni azt a képet, meg tudja nézni azt a dokumentumot, és ez talán segíti a felkeltés, a figyelemfelkeltés, érdeklődés. Teljesen nyitottá vált ez a dolog. Inkább most már kezd a feledés homályába veszni. Volt egy elég hosszú időszak, amíg nem beszéltek szívesen az öregek erről, de most már, ha eszükbe jut, és tudatosan előhívjuk ezeket az eseményeket, akkor ezekről most már nyíltan lehet beszélni, és beszélnek is a családban. Tehát a cél pont az lenne, hogy valahogy kiküszöböljük ezeket a
tehát ezeknek az eseményeknek az ismétlődését, a lehetőségét annak, hogy bármiféle módon egy újabb ilyen tragikus eseménysor, mint ami a 20. században itt a Völgységben, meg Európában, meg Magyarországon, meg úgy általában mindenhol lezajlott.